Nem vágom. Tehát heroint adok, és előtte én veszem meg a heroin nagy kerből, vagy mi? Sziasztok, daráljunk! Ebben a videóban egy új módszert próbálok ki, és szeretném, hogyha mostantól ez lenne a rendszer. Tehát arról van szó, hogy előre felvettem videót, hanggal együtt, tehát rajta van az első reakció, de most az érdekesebb részeket fogom összevágni, a lényeget, így ugye megmarad az a daráló stílus, az a pályavisszanézős, értékelős módszer, illetve rajta van az első reakció is, úgyhogy szerintem érdekes lesz. A mai pályát Kenbot készített, és ez a címe, hogy Kenry imitátor. Igen, Kenry imitátor. Így visszagondolva nem tudom, miért ezt a pályát választottam. Biztos nagyon-nagyon meg voltam fázva. A kezdőszoba Kenry feje volt, meglepően üres volt, vagy nem meglepően üres volt? Három gomb. És itt van a köszöntés. Mi a színapon van? Üdvözöllek a pályámon, készítette Kenbot. Szabályok. De vörös. Viselkedj úgy, mint Kenny 26. Ajjaj, hát az így nem lesz egyszerű. De... Erre rá kell gyúrnom. Szóval, viselkedj úgy, mint Kenny 26, hisz ez a pálya róla készült. Mindig kövesd a feladatot, a pályán vannak easter egg-ek. 1.8-ban játsz. Egy személyre készült a map. A fejet, amit kapsz, tedd fel, gondolom Kenry fej lesz. Vegyél a boltban felszerelést. Fontos. Csak oda menj, ahova utasít a feladat. Az indítás elteleportált, és kaptam valamit, amit nem akartam. Ajjaj, és itt van, fúj, ne. Nem akarom, bármit, csak ezt ne. Inkább veszek, nem tudom, szöges rántottát, csak ne, úristen. Fúj, nagyon rossz. Azt mondom, jaj, már ilyen késő van. Pedig megbeszéltem. Várjunk csak, mondjuk Kennysen. Jaj, mert ilyen késő van. Pedig megbeszéltem az egyik vevőmmel, hogy adok neki heroint, mert egy éve nem volt vásárlom. Feladat, keresd meg Lajost, és vegyél neki tablettát. Hat kell neki. A ház természetesen tele volt heroinnal. Itt is, itt nem. Ajándék dobókockák. Apple. Cookie. Pénz. Aztán elindultam Lajoshoz. Az első dolog, ami eszembe jutott, amikor kiléptem az ajtón, hogy nagyon egyszerű a díszítés, tehát minden ház egyfajta blokkból van. Volt a háza mellett egy árus, aminek oké, hogy csabus a feje van, de így a falusi orra úgy néz ki, mintha kinyújtanám a nyelvemet. Mivel az egyik szabály az volt, hogy vegyek felszerelést, visszamentem a házamba a pénzért. Betartom a szabályokat. De annyi pénzem van, hogy mindent vehetnék. Nem tudom, kell-e kaja? Vegyünk kaját is. Hát ez egyre szebb. Azt mondja Lajos, és neki van csengője is, de én Károly, hogy mit kell... Ja nem, én Lajos keresek, de oké. Például ezt a részt simán kivághattam volna. Ja. Milyen jó csengője van. Ki az? Szia, én vagyok Kenny 26, hoztam heroint. Ez már csak így szokás. Te így gyönyörű vagy, lóg a nyelved. Ha kész vagyok. Ja, hogy cseréljek vele. És add 10 pénzt. Menő. Azt mondja a feladat, menjünk. Menj. A kegyetlen iget. Az emberiség ellensége. Béla bácsihoz, mert megígérted, hogy segítesz neki. Hát jó. Nagy ivó kis ivója. És nem tudok bemenni. Gyuri. Itt van Béla bá. Csá, Béla bá. Azt mondja Béla bá. Á, itt vagy fiam. Jöttél segíteni. Na mondom feladatot. Első arasd le a búzát. Itt van a házban a szerszám. Keresd meg.
Hát, édesfiam, örülök, hogy jöttél segíteni, de nem könnyítem meg a dolgodat annyival, hogy odaadom a szerszámokat, keres. Második, szedd össze a kutya szart. Itt van valahol a lapát is. Ezt is keresd meg. Teljesítsd a feladatokat, és ha kész vagy, tegyél mindent a feliratos ládába. Ez a feliratos láda. Nem, ez tábla. Majd ha megcsináltad a feladatodat, hát persze. Megvan a kasza. Kasza. Ami kapa, ezzel szedd le a búzát. És gondolom, itt lesz a másik. Lapát, ami kapa. Ezzel szedd le a búzát. Kutya, szar, lapát. He? Összekeveredtek a parancsok, na. És ekkor megláttam, hogy a hatalmas puszta közepén vagyunk. Hát, nem szép. Kitáblázta, ami oké, de hogy is mondjam, olyan kizökkentő tud lenni, hogyha azt látod, hogy a nagy üresség van melletted. Dombokat, hegyeket, vagy sűrű erdőt tudtok építeni, amik így eltakarják a horizontot, amik úgy megtartják az illúziót. Érdemes ilyet csinálni. Jó. Ja, hogy ez a hatalmas barna kocka lenne a kutyakaki. Ó. Nem csináltam végig a feladatot, úgyis ugyanaz lett volna, mint egy blokkal, csak ugye sokszor. Nagyon monoton lett volna, úgyis megvágtam volna a videóban. Meg egyébként is ne csináltok ennyire monoton feladatokat. Szerintem nektek sem érdekes, hogyha arról szól, hogy 50 blokkot csak így üt. Nem bírom a monoton munkákat. Azt mondja, menj Áronhoz, mert ma van a szülinapja. Az ajándékáért menj haza. És mi az ajándék? Ja, az ajándékkocka, mi? Ho. Nem baj, hogy elvittem a szerszámaidat? Ami ezen a ponton úgy nem tetszett a történetben, hogy nincs egy összefüggő történet, tehát teljesen úgy tűnik, mintha véletlenszerű feladatokat kéne megoldanom. Lehet, hogy igazából ezek kenimi, meg csak én nem tudom. Áron. Szia, Áron! Boldog szülinapot! Tessék, itt van az ajándékod! Köszi, Kenny! Tedd a ládába az ajándékot! Nem lenne kedved elmenni a nagy ívók kis ívójába? De igazán jó ötlet! Menj! Most megint máshogy írta. A nagy ívók kis ívójába. Kapott ajándékkardot is valakitől. Hú, és szivacs van a padlón. Ezt ki. Ja, ez Áron. Szia, Kenny, végre itt vagy. Nem hozzál nekem pénzt a sörhöz? Természetesen hozok, hiszen ma van a szülinapod. Na de kedves barátom van. Menj haza a pénzért, de hogy megyek, nálam van. És most, hogy nálam van a pénz. Ja, és most már írja. Itt van Áron a pénz, de én megyek is tovább, mert még kell kiszállítsak heroint. Rendben! Menj a ládába, tedd a ládába a pénzt, és akkor szia. Ja, és köszi. Milyen ládába? Ja, hogy vigyem is neked haza, mi? Gondolom, itt a szőnyek helyére kellett volna raknia. Nem baj, megtartom a pénzt. Menj Gyurihoz, és vigyél neki heroint. Előtte csak 6 tabletet vittem magammal, úgyhogy hazamentem, fölmarkoltam egy csomaggal. Most már megtudtam, hogy Kenny mit csinál így. Így egyébként. Szia Gyuri, most nem rajtad van a gomb, hanem a falon, nem baj? Ja. Szia Kelly. Már vártalak. Csak állj a nyomó lapra, és akkor ide tudod adni a heroint. Rendben. Nem értem. Azt mondja rendőr. Köszönjük Gyuri a munkáját. Jaj, csapdába csalt. Ezért itt van Kerry-től elkobzott heroin. Az igen. Köszönöm, biztos úr, igazán megtisztelő. Szép rendőrök. Juska börtönből. Jaj, megint börtönszabadulós rész. Na, ezek után biztos rám fogjátok fogni, hogy ó, hát börtönszabadulós rész. Csabusa nagy ellensége, mint a parkour. De hát mit mondjak? Már elmondtam, hogy igen. Itt is csak meg kell nyomni egy gombot. Vissza!
Sziasztok, sziasztok, sziasztok. Á, nem tér ki az ajtón. Az oké, hogy a fél rendőrről is rám támad, de hol van a bőrük, meg a belső szerveik? Nem értem. Miután a rendőrök kinyírtak, szép kis rendőrök, a pályán kívül élettem föl, de nem akárhol, mert körbe voltam véve barrierekkel. Volt egy olyan sejtésem, hogy ez lesz a pálya vége. Jaj, ne! Ott maradtak. Azt mondja, hú, de álmos vagyok, megyek haza pihenni. Jó. A rendőrök biztos nem jönnek utánam. Megszökött az egyetlen rabjuk. Jaj. Kenny 26. Hú, de álmos vagyok, megyek haza pihenni. Aha, és igen, itt születtem meg a végén. Akkor lássuk, történet. Hát egy kicsit kaotikusnak tűnt, de hát mondjuk ez Kenny egy napja volt, különböző emberekkel találkozott, tehát végül is nem volt olyan vészes, hogyha így utólag tekintek rá, de egyébként ott a pályák közben nem tudom, olyan véletlenszerűnek tűnt, hogy most menjenek segíteni, most menj ide, menj oda, de mondjuk Kenny egy napja volt, eddig mozgalmas volt, a végén még börtönszabadulás is volt, de őszintén szóval nem nagyon fogott meg, azért olyan kicsit átgondolatlannak éreztem. A játékmenet, hát a visszafogott jut eszembe, tehát igazából csak tárgypakolós feladataink voltak, aztán volt egy kis mobharc, meg blokkiütés, de a nagy rész tényleg csak egyik ládából pakoltam a másikba, úgyhogy nagyon szerény volt a játékmenet. A díszítés szintén nagyon szerény volt, nagyon egyszerűek voltak a házak, a lakóknak bútoraik sem voltak, azt pár blokkal is el lehetett volna intézni, de például az is kissé zavaró volt, hogy hát ugye a pusztaság, jobb lett volna valami erdő vagy domba, ahogy mondtam. Hát hogy is mondjam, hangulatot, hogy mondjam, nem nagyon éreztem, tehát valahogy nem ragadott magával a pálya, esetleg azt az elemet tudnám kiemelni, hogy tényleg valakinek egy napja volt, tehát tettem, vettem, mászkáltam jobbra-balra, beszéltem emberekkel, de valahogy ez sem volt olyan erős és kidolgozott. Ezek közül utána kidolgozottság volt a legfényesebb, mert bár nagyon egyszerű volt a pálya, de nem is próbált nagyon bonyolult lenni, tehát működött végül is az, aminek kellett. Volt olyan igen, hogy nem jelent meg a láda, meg azért itt is voltak ilyen logikai bukfencek, például a falon volt a gomb, és úgy kellett beszélni az emberrel, az ugye elég fura volt. De voltak benne nagyon jó ötletek, például tetszett, hogy a szövegek előtt sortörés használt, hogy áttekinthetőbb legyen. Itt voltak ilyen apró kis ügyes technikák, de sajnos nem voltak többségben. Összességében eléggé első pálya hangulatom volt, de az nagyon tetszett, hogy nem próbálta beleerőltetni a sablon ügyességi feladatokat, ugye parkour, labirintus és társai. Csinált egy történetet, és ahhoz igazította a feladatokat is, ezen a szinten teljesen jó volt, hát az más kérdés, hogy még rá kell gyúrni ezekre az elemekre. Mivel a pálya Kenryről szól, úgy gondoltam megkérdezem az ő véleményét is. Kenry, te mit gondolsz a pályáról? Hát igazából a díszítés az szerintem nagyon minimális volt, egyértelműen sok helyen nem is foglalkozott vele, például a környezetet, hogy ne lássunk ki a nagy üres térre, azt meg sem próbálta elrejteni, vagy ha igen, akkor is így elkezdett ilyen kőfalakat felhúzni, ami igazából még mindig jobb lett volna, hogyha azt végigcsinálja. Táblákat rakott le, hogy ne menjünk tovább, de hát nem is igazán tudom, hogy túlzásba vitte, vagy tehát nagyon sok táblát rakott le, és semmi díszítés nem volt, tehát látni lehetett, hogy egy nagyon üres terepen játszódik az egész. A történet az gyenguszka volt szerintem, tehát egyik feladat követte a másikat, azok is kicsit sablonosak voltak, és helyes híres hibából is nagyon sok volt, ez gyakran kizökkentett engem a történetből. Ami nagyon zavart, hogy a város közepén nagyon sok barrier blokk van, így ott lebegnek, vagy nem tudom, de amikor így ugrálva próbáltam A pontból B pontba közlekedni, akkor többet is lefejeltem.
A feladatok néha nem egyértelműek. Például a kocsmában azt mondja nekünk az illető, akinek a pénzt kellett vinnünk, hogy tegyük a ládába, holott nincs is ott láda. Egy szőnyeg van rajta, megpróbáltam arra is rádobni, de semmi, tehát nem működött, nem volt alatt a tölcsér. Aztán a csákányon is volt egy elírás, mert gondolom ugyanabból a parancsból próbálta beadolni, amiből a kapát is, és épp ezért a csákányon is rajta volt, hogy az egy kapa, és hogy azzal szedjük le, azt hiszem, a búzát. A pályán kívül élettem újra, mert egy ponton meghaltam, amikor a rendőrök megölhetek, és ráadásul körbe voltam rakva barrierblokkal. Ez egyébként ugyanaz a pont volt, ahol újraélettem, ahol a pálya véget ért. És a történetben voltak ilyen kis logikai hézagok is, például, hogy úgy szökünk meg, hogy konkrétan csak meg kell nyomnunk egy gombot, meg hogy a rendőrök jutalmul annak, aki felnyomott minket, heroint adott, szóval ez egy kicsit nonsens volt nekem. Ez volt a Kenny Imitátor, a kézikönyv óvjon. Na most nem tudom, hogy köszönjek-e, vagy mi a pék, vagy hogy gondoltad, úgyhogy azért beköszönök. Hey ho, Kerry vagyok.